Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják. Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Eutanázia. Viszonylagos egyenség Szekszárdon. Szárkajtó. Gyönyörű környezet, kiváló vízminőség. Szőlészet. Nyáron sem pihenhetnek a szőlészborászok. Labdarúgás. Évzárót tartott a Dombóvári Focisuli Egyesület. Hónapok óta uralja a közéletet az eutanázia ügye Karsai Dániel alkotmányjogász kezdeményezése miatt. Európában, Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban engedélyezett az aktív eutanázia. Szekszárdiakat kérdeztük, miként is vélekednek a témáról. Jelenleg csupán 3 európai országban engedélyezik az aktív eutanáziát, Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban. Szerintem mindenkinek saját joga eldönteni, hogy szeretne véget vetni az életének, és nem gondolom, hogy bele kéne szólni ebbe bárkinek is. A passzív eutanázia az életmentő orvosi beavatkozás visszautasítását jelenti, amelynek további 2 esetkörét különböztetik meg. Önkéntes passzív eutanázia esetén az életmentő vagy azt fenntartó kezelés orvosi beavatkozás visszautasítása a beteg befolyásmentes akaratnyilvánításán alapul, míg nem önkéntes passzív eutanázia esetén a beteg nincs abban a helyzetben, hogy kinyilváníthassa akaratát. Megmondom őszintén, nem gondolkodtam rajta, de ha valaki erre elhatározza magát, az már nagyon beteg lehet. És nincs értelme az életének. Hála Istennek, a mi családunkban nincs ilyen. És akkor ön mondjuk támogatna valami ilyesfajta kezdeményezés? Ez mindenkinek legyen a saját döntése. Tehát én, mint kívülálló, nem tudom megítélni. A magyar jogrend az önkéntes passzív eutanáziát engedélyezi, míg a nem önkéntes passzív eutanázia nem megengedett. Hát én egyetértek vele. Szeretném, ha lenne. Mert egy tehetetlen, gépen élő beteg szerintem neki se jó, meg a családnak se. Úgyhogy ha én oda kerülnék, én biztos, hogy nyilatkoznék, hogy vegyenek le a gépről. Napjainkban Karsai Dániel alkotmányjogász által kezdeményezett küzdelem okán került ismét előtérbe a kérdés, épp a napokban utasította el beadványát a Strasbourgi Emberi Jogok Európai Bírósága. Én szívem szerint, ha idős, vagy olyan nagyon beteg, akkor engedélyezném. Az eutanázia, bármely formája megosztó téma, komoly etikai, morális dilemma, de mindenféleképpen foglalkozni kell vele. Az előrejelzések szerint hamarosan beköszönt a kánikula, készülhetnek hát a strandok. Szálkán kiváló a vízminőség, június közepétől várják a csobbanni vágyókat. A strandolókat szerencsére a tavalyi jegyárakkal tudják idén is fogadni, mondta Páfi János, Szálka polgármestere. A szezon az június 15-én indul. Ugye általában ekkor szokott, az időtől szokott jó idő lenni, és az iskolának is akkor volt vége az idén, ugyanaz nem így van, mert a gyerekek azért befolyásolják itt a megjelenést. Ez időszakig hát elkészítünk mindent úgy, hogy itt a vendégeket tudjuk fogadni. Az idén elkészült a terasznak a lefedése, napelemet szereltünk fel, valamint elkészültek a fürdők, zuhanyzók újonnan lettek megcsinálva, amit a főző és mosó helység is az idén újjá lett építve. Évek óta remek itt a vízminőség. Ennek köszönhetően megkaphatták a kiváló strand minősítést. Az elmúlt időszakot tekintve 2024-ben is egy jó szezonra számítanak. Hát az ország minden részéről jönnek, hál' Istennek, külföldiek is, és hát azt elmondhatom, hogy nagyon jó véleménnyel távoznak innét, mindig is, hogy jól érezték magukat. Itt az a lényeg, hogy azt szeretik, hogy csend, nyugalom van, békesség van, itt biztos, hogy békesség van, úgyhogy az ide látogatók ezt is keresik. Van olyan telefon, hogy megkérdezik, hogy ha lesz rendezvény, akkor nem jönnek. Ugye ez pont fordítva van máshol, mert máshol rendezvényekre mennek nálunk. Az a lényeg, hogy itt csend és nyugalom legyen. Ugye ennek mi örülünk, hogy így van, mert hát ez azért jobb. A vízpart elengedhetetlen eleme a büfé. Egy kellemes árnyékos bódé alatt lehet elfogyasztani a frissítőket és a finom falatokat. Sült kolbász, hek, rántott csirkemell, sült krumpli, sorolhatna, hamburger, valamint lehet lángost kapni, hot dogot lehet kapni, kávét nyilvánvaló, az mindenhol van,
és most már talán vattacukor is lesz, ha minden igaz, de az még csak tervezés alatt van. Úgyhogy a szolgáltatások azok rendben vannak, úgy gondolom, és ezt szeretik is az emberek. Hát az a lángos az ilyen helyen az főétel. Szálka egy békés, csendes, harmonikus környezetet nyújt a kikapcsolódásra vágyóknak. A tópart igazi ékessége Tolnának. A Deutsche Bühne Ungarn premier előadása több szexuális helyszínen játszódott, így a nézők belecsöppentek az előadásba. 1948-ot írunk valahol egy dél-magyarországi faluban, az ígéretes jövő és a fasiszta múlt között. A magyarországi németeket elűzték, és amikor szorványosan visszaérkeznek, már új telepesek vannak a faluban, csehszlovákiai magyarok. Idegenek élnek a hazatérők otthonában. Hová tűnik a haza? Hol vannak a férfiak? Családok szakadnak szét. Emberek, akik túlélték a háborút, most új életet keresnek egy teljesen újonnan alakuló társadalomban. Ez egy köztes időszak, az egyik diktatúra befejeződött, és a másik sztálini még nem igazán bontakozott ki. Ebben a korban próbálunk különböző sorsokat bemutatni. Az estben talán az a különös és különleges, ami látható itt is, ahol éppen állunk, hogy nem csak a színházban játszunk, hanem más különböző helyszíneken is, hogy bemutassuk azokat a jeleneteket, amelyeket feldolgoztunk. A napokban közel 40 Paks vonzás körzetében dolgozó rendőr, köztük hivatásos állományúak, rendvédelmi igazgatási alkalmazottak és munkavállalók adtak vért. Tolna vármegyében már hagyománynak számít a rendőrségi szolidaritási véradás, amelyhez évről évre egyre több egyenruhás csatlakozik, akik így hozzájárulnak a rászorulók életének megmentéséhez. 2024 áprilisában az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 15,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Az építmény főcsoportok közül az épületek építésének termelése 10,8%, az egyéb építményeké 22,6%-kal bővült. A szezonálisan és munkanap hatással kiigazított indexek alapján az építőipar termelése 11%-kal magasabb volt a márciusinál. Habár a nyár viszonylag nyugodtnak tekinthető a szőlészek és borászok életében, azért ez az ipar egész éves munkát kíván. Zöld munkák sokasága teszi ki nyáron napjaik javát, a most elvégzett teendők pedig a későbbi szüret eredményét is befolyásolhatják majd. A borászat vezetőipar a Magyarországnak és Tolna vármegyének is. Most a nyár közepén talán még nem olyan látványos a munka, amelyet el kell végezniük a borászoknak, de legalább annyira fontos. Nehéz éve, a mai időszak nehéz éve az év, mert nagyon korán fakadt a szőlő, nagyon-nagyon-nagyon gyorsan jöttek a betegségek, és nagyon sokat kellett ideig permetezni, hogy meg tudjuk védeni a szőlőt, de a sok küzdésnek eredményeképpen a szőlő ideig meg van védve, és úgy néz ki, a szület is korábban lesz. A zöld munkák közé tartozik a kacsolás, a tetejezés, a betűrés és a csonkázás. Most a borpiac elemzése során arra jutottunk, hogy a fehérboroknak a fogyása meggyorsult, felgyorsult, több fehérbor fogy a piacon, a rozéborok stagnálnak, a vörösboroknál pedig a prémium vörösborok értékesítése vagy fogyasztása kicsit lassul. A hazai borpiac is átalakulóban van. Ennek leginkább az oka, hogy a melegben a testes vörösborok kevésbé vonzóak, ellenben a könnyed és üde fehér és rozé borokkal. Mi a tételünknek a tisztereket exportra visszük, itt Európa Uniót is értjük Kínát, de itt a kínai piac is lassul, úgy látjuk, körülbelül fele mennyiség megy ki ebbe az évben, mint a tavaly évben, így van tervezve legalábbis. Az export is változik, a mindig fluktuáló körülmények között kell tehát a hazai borászoknak helyt állniuk. A vármegye rendőrei a készenléti rendőrség határvadász ezredébe történő jelentkezés feltételeiről, a felvételi eljárás menetéről és a határvadászokra váró feladatokról is tájékoztatták az érdeklődőket. A Tolna vármegyei egyenruhások folyamatosan toborozzák a határvadászokat. A múlt héten a vármegye számos pontján, így piacokon, nagy áruházakban, bűnmegelőzési rendezvényeken is várták a munka iránt érdeklődőket. A magyar rendőrség június 17-e és 23-a között az Európai Közlekedés Rendészeti Szervek Hálózata műveleti csoportjának, Rotpol, éves ellenőrzési terve alapján országos akciót tart. Az egyenruhások ebben az időszakban célzottan az alkohol vagy drog hatása alatt ittas vagy bódult állapotban volán mögé ülő személyeket szűrik ki. 4 paksi az EB-n. Megkezdődött a kajakkenu Európa bajnokság Szegeden. A hazai rendezési bajnokságra az atomerőmű SN4 versenyzője is kvalifikálta magát, tájékoztat az egyesület. Csütörtökön Vajda Bence kajak 2-es 1000 méteren, Kollár Kristóf
Kenu 2-es 1000 méteren és Besenyei Ádám Kenu 2-es 200 méteren előfutamokkal, szombaton Pup Noémi kajak 4-es 500 méteren, illetve kajak 2-es 1000 méteren egyből élesben kezd. Idén is megtartotta évzáróját a Dombóvári Focisúli Egyesület. A rendezvényen az idei szezon eredményeit, fejleményeit ismertették, valamint elismeréseket adtak át. Tárnok Zoltán, az egyesület elnöke elmondta, a szezonzáró ünnepségen az összes csapat tagja és edzői megjelentek. Az időpont kiválasztásánál szerepet játszott a labdarúgó Európa-bajnokság kezdete is. Ilyenkor egy picit mindig értékeljük az évet, meggratuláljuk a díjazottjainkat. Szerencsés módon ebben az évben is két bajnoki címet ünnepeltünk, az U9-es és az U17-es csapatunk Tolnavármegye futsalbajnoka lett, de még ha mondhatom, ennél is nagyobb siker volt, hogy a két magyar labdarúgó bajnokságban szereplő csapatunk közül az idősebbik, az U17-es csapatunk, az a délnyugati régióban bronzérmet szerzett, ami egy nagyon komoly eredmény, ami abban is megmutatkozik, hogy innen már vannak játékosaink, akik ugye a nevelési fázisnak a vége felé járva már a felnőtt csapat ajtajánál kopogtatnak. Az eseményen a díjak átadása után szabad foglalkozást tettek lehetővé. Tulajdonképpen ez a nap csak az ünneplésről, az együtt eltöltött kellemes időről szól. Az ünneplésen, illetve a díjazáson túl a gyerekeink, illetve a szülők egy kis ételben részesülnek, valaki babgulyást, valaki pizzát fog elfogyasztani. Ez mellett ugye szülő-gyerekfoci, egyéb olyan edzők által kitalált kreatív dolgok is még jambori jelleggel megtörténnek, amik egy ilyen évzáró meg kell, hogy történjenek. Kicsit az edzők, ahogy látom, még külön is vonulnak a saját csapataikkal, elbúcsúztatják a 23-24-es szezont, átbeszélik azt, ugye, hogy jön a nyár, és hogy jövőre már ugye kialakultak a focisúlynál, hogy milyen osztályba szeretnék indulni, és hogy ki az, akik ugye mondjuk tanulás vagy egyéb más miatt ugye vagy eligazolnak, vagy abba hagyják. Hozzátette, az önkormányzat támogatása nélkül nem tudnának edzéseket, versenyeket tartani. A mai világban úgy tudunk elmenni a nyárra, hogy már a komplett 24-25-ös szezonnak a költségvetése a számlánkon van. Az utolsó felajánlónknak a NAV általi kiutalása ma megtörtént, tehát itt ezután szeretném megköszönni mindegyik olyan cégnek, aki minket támogatott abban, hogy a 24-25-ös sportfejlesztési programunkat és az összes csapatunkkal a kitűzött céljainkat meg tudjuk valósítani. Ehhez én, mint elnök, abban a szempontból nyugodtan állok hozzá, hogy a költségvetésünk már megvan rá. Azt a munkát, amit idén is elvégeztünk, azt szeretnénk folytatni. Szerinte a szezon zárása sikeresnek mondható, a hiányosságokat viszont javítani fogják. A régió híreivel folytatjuk. Nyári fertőzés veszély. Védekezés, orvosi tanács. Évértékelő. Jó szezon zártak a kaposvári vízilabdások. Gyorsforgalmi Pécsről a Balatonhoz. Elindultak az előkészítő munkálatok. A nyári melegben fokozottan fennáll a fertőzés veszély a strandok vizeiben és a természetes tavakban, folyókban. Köztudott, hogy ilyenkor a baktériumok jobban elszaporodnak. Az étkezési higiéniára is jobban kell ügyelni. Az orvost kérdeztük a védekezés megelőzés tekintetében, illetve ha már bekövetkezett a baj, mi a teendő utólag. A nyári fertőzésekkel kapcsolatban két fő területet érdemes figyelembe venni. Az egyik az ételfertőzés veszélye, amikor nem csak a tisztaságra, hanem az étel eltarthatóságára, hűtésére is fokozottan célszerű odafigyelni, mondta dr. Tibold Antal vezető főorvos. Az ételfertőzések, ételmérgezések esete. Nyilvánvalóan az élelmiszerek azok sokkal romolandóbbak a nagy hőségben, ezért erre szenteljünk ennek fokozott figyelmet, hogy ne maradjon kinn az étel, helyezzük el a hűtőbe minél előbb, illetőleg ha elkészítettük, akkor vagy melegen tároljuk, tehát egy ilyen 40-50 fok fölötti hőmérsékletet azért a mikrobák többsége nem bír ki, vagy pedig minél előbb helyezzük egy hűtő közegbe. Ugyanez vonatkozhat a cukrászdák és a fagylalt árusok készítményeire is, tehát nyáron a nagy melegben meg alkalmasint a nem megfelelő minőségű alapanyagok felhasználásának következtében ilyenkor azért az étel fertőzése kockázata meg tud nőni. A másik fontos szempont nyáron a természetes vizek és a strandok higiéniája. Az erre vonatkozó orvosi tanácsokat minden nyári szezonban érdemes megszívlelni. Amennyiben ugye élővizek
partjára merészkedünk. Az NNGK honlapján tudunk arról információkat szerezni, hogy az adott víz az alkalmas-e fürdőzésre vagy nem. Tehát ugye Magyarországon egy 4 fokozatú minősítési rendszer van, a kiválótól a nem megfelelőig terjednek ezek a fokozatok. Többnyire a víz, úgymond hulladék állaga alapján, tehát hogy bármilyen ilyen úgymond szabadszemmel is jól látható darabos hulladék található a vízbe, színe, minősége megfelelője a fürdésre. Azon túl nyilván külön figyelmet fordítanak a mikrobiológiai szennyezettségre. Ugye vannak olyan indikátor baktériumok, amiket a vízhigiénés szakemberek figyelnek, és ez alapján tudják minősíteni a vizet, hogy az alkalmas-e a fürdőzésre, vagy nem. Ha ezeket a szabályokat nem tartjuk be, akkor főleg hasmenéssel, hányással, fülgyulladással járó fertőzéseket szedhetünk össze az élővizekben, tette hozzá a vezető főorvos. Arra is szeretnénk fölhívni a figyelmet, hogy bármennyire is csalogatóak a városokban üzemelő különféle szökőkutak, ezeket nem arra találták ki, hogy azokban fürödjünk. Tehát a vízük az nem olyan, hogy fürdőzésre alkalmas lenne, akár a mikrobiológiai minőségük miatt, illetőleg ezeket a vizeket, mivel ugye hát nyilvánvaló módon nem egy folyamatos vízutánpótlású készülékről van szó, hanem ugyanazt a vizet cirkuláltatják. Ennek megfelelően sokszor különféle vegyszerekkel kezelik, hogy például az algásodást elkerüljék. Ez szintén nem tesz jót a bőrünknek, hogyha megpróbálunk ezekkel a vizekkel mosdani. Még a nyár elején járunk, az időjárás szeszélyes. Egyik nap kánikula, másik nap 10 fokkal kevesebb a hőmérséklet. Mindez megviseli az emberi szervezetet, idegrendszerünket. Ne tetézzük a bajt hanyagsággal, nem odafigyeléssel, ha fertőzés veszélyről van szó, tette hozzá a doktor. Hosszú szezon, hosszú szünetekkel és rengeteg sérüléssel, betegséggel. Így elemezte a Kaposvári Vízilabdaklub szezonját Surányi László vezetőedző. A mester ugyanakkor hozzátette, a nehézségek ellenére sikerült lépniük egyet felfelé, és azt szeretné, ha a következő szezonban ez újra sikerülne. A Szeged elleni vereséggel zárta az idényt a KVK, amely így a felsőházban a 8. helyen végzett a bajnokságban. Surányi László vezetőedző úgy értékelte a mögöttük hagyott szezont, hogy a csapat jól teljesített, különösen ami az alapszakaszt illeti. Az alapszakaszban jól mentünk, de azért ott voltak olyan ellenfelek, akik a mi szintünkön voltak, vagy azt kell mondjam, hogy talán egy picit előrébb tartottunk, mikor már bekerültünk a felsőházban, az azért mindenki tudja, hogy más kávéház volt az első 6, az top csapat, tehát nem lehet összevetni se a költségvetést, se a kereteket, se semmit az első 6 csapattal. Ugye 7. helyen zártunk az alapszakaszban, ami azt gondolom, hogy a mi szintünkön, ha azt nézem, hogy az első 6 csapatot kiveszem, akkor ezt a közép bajnokságot, akkor azt mi nyertük. A Kaposvári Vízilabdaklub új igazolásokkal vágott neki az idei bajnokságnak, ahol nem csak ők, de a sérülések miatt a fiatalok is sok szerepet kaptak. Az új játékosok is jól épültek be a csapatba, hasznos tagokká váltak az idényben. 4 új igazolásunk volt, most tudom először talán azt elmondani az 5 év alatt, hogy mind a 4 igazolásunk bevált, mind a 4 játékosunk tett hozzá. Úgy gondolom, hogy a legjobb játékosaink is az új igazolások között voltak. Én nagyon remélem, hogy ez a tendencia folytatódik, és akik jövőre jönnek, ugyanilyen hasznos tagjai lesznek a csapatnak, tényleg 1-től 1-ig, kapustól a játékosokig. Voltak jó mérkőzéseik, persze voltak hullámvölgyek, de a tavalyi év, vagy az elmúlt év 4 igazolására igazából panaszom nem lehet. Összességében Surányi László úgy értékelte a szezont, hogy hiányérzete csak a felsőházban maradt, hiszen a sérülések akkor sújtották leginkább a csapatot, és mint mondta, ezen a szinten már nagyon nehéz akár 2 játékost is pótolni. A vezetőedző abban bízik, jövőre még erősebb kerettel vághatnak neki a szezonnak. Elindultak az előkészítő munkálatok a Kaposvár-Szigetvár közötti gyorsforgalmi út megépítéséhez. Ennek másik része a Pécs és Szigetvár közötti szakasz építése, aminek az előkészítése is megkezdődött. Így egészen a Balatonig jutatunk majd el, alig egy óra alatt. Erről és a pécsi elkerülőről beszéltek egy tájékoztatón csütörtökön.
újabb lépéssel közelebb a Szigetvár-Kaposvár közötti 2x2 sávos új közlekedési folyosó megvalósulásához, írja a Magyar Építők. Az uniós közbeszerzési értesítőből kiderül, hogy 3 cég készítheti el a Kaposvár-Szigetvár közötti gyorsforgalmi út tanulmányterveit és egyéb megvalósíthatósági dokumentumait. A hírt az ÖPE elnöke, képviselője és Dévényi Sándor építész értékelte. Megszületett most már az a kormánydöntés is, és ott is a közbeszerzés lebonyolódott, hogy a Kaposvár-Szigetvár közötti 2x2 sávos gyorsforgalmi út megépülhessen a jövőben, és hogyha az M60-asnak a Pécstől Szigetvárig tartó szakasza megépül, aminek már építési engedélye van, akkor ezek összekötésével gyakorlatilag nem csak a Balatont lehet majd elérni egy óra alatt körülbelül, hanem ami még ennél is fontosabb, a kelet-nyugati gazdasági kapcsolatai Pécsnek jelentősen javulhatnak. A Balaton régióval létrejövő összeköttetés és a pécsi kelet-nyugati elkerülő út is fontos fejlődést hoz a városnak, mondja a politikus. Ezek Pécs számára mind a két útnak a megépítése rendkívül fontos. Az egyik a belső forgalomnak a megkönnyítésére, a belváros megkönnyebbítésére, egy teljes szerkezeti átalakításra ad lehetőséget, a másik pedig Pécs gazdasági elérésének a lehetőségét, és ez egyben a befektetőket is nyilván befolyásolja, jelentősen javítja. Mind a kettőt, még az országgyűlési választási kampányban jó magam jártam ki, de Dévényi Sándor szakértelmére végig számíthatunk. Az építész ott volt a nyomvonal egyeztetésen, illetve már a rendszerváltás után szaktársaival kísérletként megtervezte a Balti-tengert az Adriával összekötő autópályát. Örömmel vettük, hogy Szita polgármester úréknak sikerült kijárni, hogy a Balatontól Kaposvárig, most a mi feladatunk, hogy Kaposvártól Pécsig ez az út megvalósuljon. A tervezésre kiadták a megbízást a nyomvonalak tisztázására, 2 évvel ezelőtt már volt egy tanulmány, és hát várjuk a tervek elkészülését és az anyagi források megteremtését. Ehhez Pécsvárosnak alapvető érdeke, hogy aktív politikai nyomásgyakorlással próbálja a pénzforrások a tulajdonosait állandóan megkeresni. A pécsi kelet-nyugati elkerülő építésével a város egy része is újra gondolásra kerülhet, véli az építész. Ezért fontos, hogy az út terve mellett ne csak ez készüljön, hanem a környező területnek a feltárása, a tulajdonviszonyának a tisztázása, minél több városi tulajdonú terület megszerzése, hasznosítása, és a pécsi víznek, mint egy nagyon fontos zöldfelületi rendszernek a kiépítése, parkosítás, közterületek létrehozása és ebben megvalósuló, benne úsztató közintézmények építése. A tájékoztatón elhangzott, hogy bár elindultak a tervezési, előkészítési munkálatok, ez nem jelenti azt, hogy 1-2 éven belül autópályán juthatunk Pécsről a Balatonra. A szakember becslése szerint erre 2030 és 2035 között kerülhet majd sor. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Eutanázia. Viszonylagos egyenség Szekszárdon. Szárkajtó. Gyönyörű környezet, kiváló vízminőség. Szőlészet. Nyáron sem pihenhetnek a szőlészborászok. Labdarúgás. Évzárót tartott a Dombóvári Focisuli Egyesület. Szombaton délelőtt országszerte derült égből szikrázó napsütés lesz jellemző. A Dunántúlon élénk, erős légmozgás várható. Délután legyengül a szél, késő délutánig marad a napsütés. Fokozódik a nappali felmelegedés, így már az évszakos átlagnak megfelelő maximum hőmérséklet valószínű. Késő délután marad a nyugodt idő. Éjszaka változóan csillagfényes vagy mérsékelten felhős égbolt lesz jellemző, csapadék esélye nélkül. Vasárnap alapvetően napos és az évszaknak megfelelő hőmérsékletű csapadékmentes idő várható. Hétfőn előreláthatólag fokozódik a meleg, egyre több felé valószínű, 30 fok feletti maximum hőmérséklet. Csapadék általában nem várható, de hétfőn elvétve nem zárható ki gyenge zápor, esetleg zivatar. Friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!